reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Na folytassuk, itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! No, hát Jemennel sajnos nem is annyira régen volt akciója Magyarországnak is, ugyanis ugye május elején volt, azt hiszem, hogy hír az, hogy elraboltak és meggyilkoltak egy magyar állampolgárt. Egy hangmérnököt, aki... Igen, aki... Ottani kiderült, népzenét gyűjtött. Igen. 43 éves Koltai Györgyről van szó természetesen. És hát akkor ugye elterjedt a magyar sajtóban az a hír, hogy hát Jemen az egy olyan ország, ahol polgárháború van, régóta polgárháború van, és hát gyakorlatilag egyes társadalmi rétegek emberrablásból finanszírozzák. És hát ez a borzasztó szegénység, amit megbeszéltünk, hogy Gerendi Zolival, az éves átlag GDP olyan $600 körül van, tehát rettentő nagy a szegénység. Igen, hát ezek sajnos realisztikus képet festenek, tehát Jemen 2011-es alaptavasz óta végleg a saját polgárháborújába omlott, amit aztán azért elég sokan elkezdtek finanszírozni. Tehát ahogy az lenni szokott, ugye a hallgatók itt már ismerősek a proxy háború kifejezéssel, tehát amikor nagy országok háborúznak, de helyi klánokat, hadúrakat finanszírozva, ez történik most Jemenben. Jement azért terep szempontjából tényleg úgy képzeljük el, mint egy második Afganisztánt, tehát itt azért keveseknek sikerült eddig dominanciát elérni, ez most sem látszik. Kik feszülnek egymásnak a háttérben? Ugye a háttérben a szokásos regionális szereplőket találjuk meg, ugye a szaudiak nem is a háttérben, hiszen ők már 2015 óta hivatalosan is egy 9 koalíciós erőt vezényelnek, aminek egyébként a háttér támogatását az angolok és az amerikaiak adják. Itt ugye még Marokkótól, Egyiptomon át azért alapvetően szaudi érdekeltségekig vonultak be Jemen egyik felére, míg a másik oldalon az irániak vannak, akik meg kifejezetten érdeklődnek az iránt, hogy a Vörös-tenger irányába is legyen valamilyen közvetett kikötői parti érdekeltségük, tehát nagyon szívesen finanszírozzák, vagy hát láthatólag benne vannak ebben, és nyilván az sem utolsó, hogy az egyébként síta vallású hutikat arra is rá lehetett venni, hogy a konfliktus fokozása közben szaudi területre lövöldözzenek be különböző rakétákat, néha sikeresen, és különböző drónokkal is támadták a dél-szaudi területeket. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a polgárháború ez nem éppen kifáradt, hanem fokozódik. A mostani csata az egyébként egy olajmezőért folyik, ahol a hutik szeretnék ezt bevenni, és ebből finanszírozni a további háborús erőfeszítéseiket. Gyakorlatilag az ország egy ilyen háborús gazdaságban üzemel. Tehát ez most már egy évtizedes, vagy hát ahogy Zori elmondta, egy társadalmi hagyomány. Egészen elképesztő méretű háborús gazdálkodás zajlik. Ez az, amit Omán is, és még az Arab Emirátusok is különböző frakciókkal támogat, és hát ne felejtsük el, hogy az Iszlám Állam is jelen van, a maga módján az Al-Qaidát, azt az amerikai precíziós támadások eléggé megritkították, de tényleg minden van. Tehát, hogy itt mindenkinek van egy kis csapata, a bukott elnök testvére, aki oldalt váltott a hutiktól a szaudikhoz, tehát, hogy önmagában, ha csak a kapcsolatokat leírnánk, az egy regény. De hogy egy picit fokozzam a képet, hát ugye nagyjából 300-400 ezer ember halálát biztosan írhatjuk erre a mostani polgárháborúra, ami most már 10 éve zajlik, és hát milliós nagyságrendű, sok milliós az, akik elhagyták valahogy az otthonukat országon belül. Tehát ezek a menekültek nem tudnak elmenni sem Omán, sem Szaúd-Arábia irányába, hanem országon belül jönnek, mennek szegények. Most ami fokozza a vízhiányt, és ami fokozza a teljes élelmiszer katasztrófát, ellátási katasztrófát, az a következő, nem tudom, hogy a hallgatók és ti mennyire tudtátok, de van egy kat nevű növény. Ami gyakorlatilag... Ja, igen, ezt rágják egy ilyen kicsit ilyen, így van. Olyan, mint amikor a kokalevelet rágcsálják Dél-Amerikában, ez is valami egyfajta ilyen enyhe kábítószer hatású. Abszolút. Mm-hmm. Tehát ami a kokalevélt Latin-Amerikában, az a kat Jemenben, csak hogy ennek az elterjedtsége, és akkor itt lehet bekapcsolni a biztonsági jöveket, a férfiak 90%-a fogyasztja, a nők 70%-a,
a művelhető földterület körülbelül, hát nyilván ezek csak becslések, de valószínűleg több mint felén katot termelnek. Ez az, ami szétmarja az int, és már azért kell rágni, hogy ne fájjon az egész arca megfogva az illetőnek? Hát nyilván nem szerencsés, ha ezen élnek, és akkor különböző dolgokkal szokták együtt rágni, hogy magyaróval, ezzel, azzal, máshogy szívódjon föl. Tehát nagyon-nagyon durva, még a gyerekek 12 év alatt is brutális méretben fogyasztják. Elképesztő méretben, ugye ez akkor lesz finom, meg puha a levél, hogyha az utolsó szakaszban nagyon sokat locsolják, tehát borzasztó mértékben öli a vízkészleteket. Szana környékén ezért nincs víz, és a szanai ültetvényeket most a tengerpartjára akarják kitenni. De hát nyilván ez azért sem fog menni, mert minden máshoz képest ötszörös bevételt tud egy jemeni farmer csinálni akkor, ha katot termel, mint ha bármilyen más gyümölcsöt termel. Hát ez nagyon megint átjön az afgán analógia, mert ott meg a mákkal vannak így, ugye? Így van. Afganisztán a világ egyik legnagyobb sáfrány termelő vidéke, és ha valaki vegytisztán akar sáfrányt venni egy magyar hipermarketbe, érdemes megnézni, hogy baromi sokat kérnek érte, ennek ellenére az afgánok mákot termelnek, mert az jobban fizet. Így van ez most úgy tűnik Jemennel is. A jemeni kat termelésben, ami minden szempontból szörnyű. Tehát, hogy a társadalmi hatás, a vízhatás, a klímaváltozás idején, viszont egy katfát, ami szépen meg tud növögetni, a négyszer le lehet születelni egy évbe. Uh-huh. Tehát, hogy innentől csak ezt azért tegyük mögé, mert vannak mindig ezek a kis apró sztorik, amik annyira kiszínezik ezt az egész képet. Tehát, hogy honnan van a pénz, hogy mitől lőnek ezek a katonák. Ugye a nagy előnye, nem is tudom, hát a helyiek szempontjából sajnos ez most már előnynek számít, hogy az égségérzetet csökkenti. Aha. Uh-huh. Tehát ráadásul még ez is. Szóval valami egészen elképesztő ördögi spirál ez, amit az ilyen háborús helyeken, hát látjuk, hogy hova megy a társadalmi szétszakadás, és mit okoz az, amikor az a társadalmi háború ilyen szinten szétesik. Hát ezt nem nagyon tudom hová fokozni. Figyelj! Hát, 30%-át ez adja. Viszont van olajuk, van kobaltjuk, egy csomó, van aranyuk. Ugye Sába királynőjének analógiáját használta az Oli az elmúlt percekben. Kizártnak tartom, hogy a nagyhatalmak számára ez nem vonzó, ez a kombó, amit Jemenben ki tudnának bányászni a földből. Kínai barátaink nincsenek ott? Ez az én veszőparipám. Annyira bonyolultak a jemeni viszonyok, és azért itt bele kell állni a háborús finanszírozásba. Tehát ha megnézzük, akkor Amerika dupla proxin keresztül van, tehát a szaudiakon keresztül finanszírozzák a volt elnököt, akit megbuktattak annak idején a hutik, amikor elfoglalták a fővárost. Tehát itt még Amerika sem úgy van bent, esetleg drónokkal, ugye ezeket láthatjuk egy-két nagy amerikai filmben. Tehát ilyen szinten a kínaiaknak is azért érdekes módon, ugye, ha megnézzük mondjuk Közép-afrikai köztársaság, ahova az orosz Wagner zsoldosok bemennek, ott azért a kínaiak annyira nem. Tehát a kínaiak ilyen direkt konfliktusokban nem mennek bele, oda mennek könnyebben, ahol van egy olyan földesúr, vagy hát kormányfő, aki vagy mondjam, egy ablakos ügyintézést tesz lehetővé. És ez itt, hát minden csak nem egy ablak. Tehát itt gyakorlatilag minden útvonalon, ami itt a hegyek között húzódik, valaki más domináns, valamilyen más vallással, egy picit más értelmezéssel, és itt már mindenkinek volt a szövetséges és ellensége is. Tehát egyébként a hutik, akiknek azért nem egyértelmű a viszonyuk a szunni többségű másik terület felé, azért ővelük is voltak szövetségben, tehát ez nem egy könnyen kiismerhető rész. Úgyhogy nagyobb a költsége ilyen szempontból itt annak, hogy valaki fenntartson egy bányát, vagy bármi más. Úgyhogy igazából sem kínai, sem amerikai nagyon durva közvetlen érdekeltségek nincsenek. Sokkal inkább... Hát ez egy darásfészek akkor, amiben nem nagyon szívesen nyúlkál bele senki, igen, sem közvetlenül. Más valamiével szívesen, de a rendezésre... A rendezésre bármi esély mutatkozik? Nem lesz egy új Sába királynője, aki gatyába rázza ezt a szerencsétlen országot? Valahogyan? Volt itt 2014-ben is egy nagy nemzeti párbeszéd, konferencia néven fordítható megállapodás, azóta Stockholmtól Svájcon át rengeteg helyen tárgyaltak a felek. Egyébként a hutik leülnek ezekhez a tárgyalóasztalokhoz, csak ugye az történik, hogy most ebbe az olajmezőjét folyó csatába egyébként
szerint minden eddiginél több huti katonát vonultatnak föl. Tehát, hogy úgy mondjam, most a tárgyaló pozíciók felvétele zajlik, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ő ennél erősebb pozíciót nem tudna elérni, akkor hajlandó tárgyalni. De ugye hát a kapilláris elv szerint olyan nincs, hogy mindenki ezt pont egyszerre érezné így. Úgyhogy innentől kezdve van folyamatosan tárgyalás, de ennek nem sok eredménye van, és azért a legtöbb elemző azt várja, hogy tehát itt nem lesz egy erős megállapodás. Mm. Tehát ha még születik is, akkor is csak valami olyasmi, hogy a szaudiak megelégednek azzal, hogy végre nem lőnek át a határon, az omániaknak az egyik tartományban esetleg lesz valami kis befolyása, az emirátusoknak talán nem kell tovább finanszírozni az óriások nevű katonai milícia csoportot. Tehát, hogy ezek ilyen apró kis győzelmek lesznek, nagy átütő győzelem, de őszintén szóval itt senki nem számít. Tehát azt a befektetést senki nem hajlandó megtenni, vagy nem látni, hogy annyira rossz lenne a helyzet, miközben globálisan valószínűleg az egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb. Igen. Tehát tényleg egészen elképesztő éhezés zajlik. Hát ez csúnya végszó. De mit szépítsük, hogyha maga a helyzet persze, ez kétségtelen. Úgyhogy köszönjük szépen, Botond, hogy ezt hozzátetted. Jó munkát, szép napot kívánunk. Nektek is hallgatok, szia. Szervusztok, köszönöm szépen. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk még egy körtjemáról. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.